Sopron nem csak a leghűségesebb város címmel büszkélkedhet, hanem akár az Ovis Pingpong fellegvárának is nevezhetnénk. A Reménysége kupáján a fiatalok kínai edzőtábora is szóba került. A Klub Aréna Győr második alkalommal is sikeresen rendezte meg 2023. novemberében a Reménysége kupáját. A verseny megálmodói az eseményt első ízben tavaly áprilisban azzal a fő céllal indították útjára, hogy a legfiatalabb hazai fiú versenyzők létszámkorlátozás nélkül nemzetközi tapasztalatokkal, versenyélményekkel gazdagodhassanak. Néhány évvel ezelőtt Kína tehetség központjában volt szerencsénk egy 10 napos edzőtáborban gyerekekkel részt venni, és ott olyan tapasztalatokat szereztünk, amit úgy gondoltunk, hogy a magyar asztalitenisz jövője érdekében kamatoztatni kell. És ebből a gondolatból jött létre a jövő asztalitenisz reménységei program. És ezeket a gyerekeket 2 éven keresztül nagyon különleges körmények között, havonta 3 napos összetartásokkal és hétközi egyéni foglalkozásokkal próbáltuk menedzselni. Augusztusban sikerült őket Kínába is eljuttatni, ebbe a bizonyos tehetségközpontba, a Sárga-tenger partján lévő Dalian városába, ahol egészen különleges körmények között a kínai fiatalokkal edzőtáborba vehettek részt. Ezeket a gyerekeket mi nagyon megszerettük. Valamennyien mindent megtesznek annak érdekében, hogy jó játékosok legyenek. Tehát komoly céljaik vannak, ezek világbajnokok és olimpiai bajnokok akarnak lenni, és a mi dolgunk az, hogy ezeket az álmokat próbáljuk a magunk eszközeivel minden áron segíteni. Ilyen fiatal játékosoknál mindig felvetődik a kérdés, hogy mi a fontosabb, az eredmény vagy a mutatott játék? Én azt gondolom, hogy is mind a kettő, tehát azt vallom, hogy azért most már 5-6-7 évesen javába játszani kell, pingpongozni kell. Az első fázisokban ugye próbáljuk a gyerekeket ezzel a versengéssel egy kicsit játékos formában az asztalhoz csábítani és az asztalnál tartani, de azt gondolom, miután az itt versenyző gyerekek már napi szinten 4-5 órákat beletesznek ebbe a játékba, hogy itt már bizony az eredménynek is van jelentősége. A külföldi versenyzők zöme a szomszédos országokból érkezett. Felét én már láttam játszani, ismerem őket. Hasonló erőt képviselnek, tehát hasonló iskolát játszanak. Természetesen a modern pingpongot próbálják elsajátítani ezek a 10-11-12 éves gyerekek. Én azt hiszem, hogy a mieink nem csak a soproniak, hanem a magyar élmezőny fölveszi velük a harcot. És hogy mire kell a leginkább felhívni a fiatal korosztály figyelmét? Elsősorban rájuk kell szólni, hogy ne siessenek, ne kapkodjanak, de valójában mi is ezt az agresszív pingpongot játsszuk, mint amit Európában mindenhol. Sopronban szabadidős szinten is népszerű az asztali tenisz. A helyi klub pedig ügyesen kihasználta, hogy egy óvodával van egy fedél alatt. Ennek eredményeként kezdett pingpongozni a legnagyobb reménységük, Gilic Bálint is. Terem az a Zovinál van, és mindenki ment pingpongozni, és így megtetszett, és mondom, én is megyek, és azóta csinálom. A fiatal tehetséget az edzői intelmekről is megkérdeztük. Ne figyeljek a kamerákra, és a játékra koncentráljak. Meg kell nyerni, részletesen, és élvezni kell. Bálint a 7 ország 104 versenyzőjével megrendezett tornán az U11-eseknél az elődöntőig jutott. Ott a későbbi ezüstérmes Zsigmond Simon állította meg. Nagyon régóta ismerem a Bálinttel egymást, egy reménységet válogatókban edzettünk másfél évig. Nagyon sokszor játszottunk, eddig még nem volt ilyen szoros meccsünk, de szerencsére sikerült megnyerni, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Simonnak volt szerencséje a kínai edzőtáborban is részt venni. Nekem ez egy fejlődési lehetőség, mivel nem pontszerző, ezért nagyon sokat lehet itt fejlődni, és Kínában pedig nagyon jók voltak az edzőpartnerek, a 8 éves kislányokkal játszott a megálmeccset. Én nem lepültem, mert számítottam erre, és mindent meg lehet tanulni tőlük. Nagyon jó edzőtábor volt. A Ceglédi klubnál a verseny nem ér véget az utolsó labdamenettel. Otthon mindig kitárgyalják a történteket. Le szoktunk ülni, a verseny után megbeszéljük, hogy mit láttunk ki, hogy érezte ki, mit érzett, mit látott, mi volt a hiba. És akkor utána összefoglaljuk azt a dolgot, hogy mi kell javítani, vagy mi kell változtatni, csak hogy közösen haladunk az úton tovább.